látom a közönség egy része is a karácsonyhoz öltözött. Nyilvánvalóan valahol mindannyunk célja az, hogy a tudománynak, ha nem, nyilván nagyon kevesen jutnak el arra a csúcsára, mint az előttem szóló, de hogy valahol ennek a közelébe legyünk meg, hogy érezzük azt az áramlást, ami az ilyen színvonalú tudománynak a sajátja, ahhoz odáig el kell jutni, és hát ez nyilván valahol a gimnáziummal kezdődik, és hát valahogy a gimnazisták érdeklődését nyilván az ember elsősorban tüzekkel tudja fölkelteni, és aztán az elektron szerkezetek csak később jönnek. Én most igazából megpróbálom nem tudományos köntösbe ágyazni a gyújtogatást, tehát karácsony van, és most megtehetjük, hogy csak úgy magunktól gyújtogatunk. De azért egy pillanatra majd az elektron szerkezet szeretném, ha befigyelne. Először, hát ugye sima tüzeket azért az ember akkor is tud gyújtani, ha nem vegyész. Amit itt most a konzervdobozokba szórtam, az egy vermikulit nevű ásvány, ami azért jó, mert gyakorlatilag nincs neki lángfestése, nagyon jó net, szívó és hőálló. Nagyon sokszor megfednek azért, mert előadáson ilyen igénytelen lógócímkés kannákból, meg WC-ből elorzott vegyszeres üvegekkel operálok. Ebben van egy kis didaktikusság, tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy a fiatalság tisztában legyen, hogy a tudomány az nem valami misztikus dolog, ami valahol lebeg, meg a laborokban történik. A tudomány az ott van körülöttünk, tehát hogyha ez a rögvalóság, akkor ezt használjuk. Metilalkohol töltök a kis konzervdobozokba. A metilalkoholt jó messze elteszem, mert ha egy kannányi metilalkohol meggyullad, az roppant látványos. És sorba meggyújtottam az edényeket. Erre azért van szükség, mert ugye ezeket sose lehet pontosan kimosni, és fontos látni, hogy vajon milyen kísérletet végeztem benne korábban. Látszik, hogy az egyik láng már most nagyon sárga. Ez azért van, mert ebbe a metanolban, ebbe nátrium vegyületet, nátriumkarbonátot oldottam. A nátrium sárga lángfestését azt mindenki ismeri, aki otthon főzött már húslevest mondjuk, ami kifutott. A következő főzőpohárban, konzervdobozban egy most még jellegtelennek tűnő színű lángot látunk, ahhoz teszek még egy kis reagenst, amihez szemigénybe veszem ezt a dobozt. Ugyanis metanolos oldatot kell egy égő folyadékhoz öntenem, ez pedig rossz ómen. Úgyhogy igyekszünk úgy elintézni, hogy utána el tudjuk oltani a keletkező tüzet. Lítium-klorid oldatot adtam a csésze tartalmához, és hát talán látszik, hogy egy piros színű láng keletkezett. A harmadik, akkor ha ez már egyszer bevált, akkor megismételjük. Rész-kloridnak a metilalkoholos oldatát fogom hozzáönteni a harmadik csészéhez. A Hargitai professzor előadásában elhangzott a kálcium-klorid molekula. Ez nyilván tanáraitok számára egyértelmű, a diákok közül azért vártam volna egy kicsit nagyobb felsziszenést. Ugye a kálciumkloridról azt tanuljuk, hogy az egy ionkristályos vegyület, és hogy annak nem molekulái vannak, gázfázisban, tehát hogyha elpárolog, akkor ez keletkezik. Azért jutott ez eszembe, mert a részkloriddal is ilyen hasonló a helyzet, hogy az részben ionvegyület, és az ionvegyületek általában nem oldódnak szerves oldószerekben, mint például metilalkoholban, kivéve a részkloridot, aminek nagyon komoly szerkezeti okai vannak, hogy miért van így, viszont ez itt egy kicsit sok lett, és azért nem ártana, ha a műanyag doboz is túlélné, meg én is. Érdekességképpen a részklorid metanolos oldata az zöld színű és nem kék. Részletek Hargitai professzor könyvében. Ö...
Úgyhogy akkor most ismét veszélyeztetjük egy kicsit az életünket. Tüzet oltunk. Kezdetben a láng zöld színű, később majd látni fogjuk, hogy határozottan kékes árnyalatot ölt, és van még valahol egy kis borsa van. Az ELTE anyagi helyzetét jellemzi, hogy néha 100 évnél régebbi vegyszereket használunk, ez is valami ilyen dolog még az első világháború magasságából. Hoppá! Ami látszik, hogy a metilalkoholban föloldódó borsavnak egyből szép zöld lángja lesz. Nyilvánvalóan karácsonytáján az ember boldog, hogy szép színes tüzeket lát. Egy gyors kérdés. Miért nem lehet a boltba színes lángú gyertyát kapni? Van valakinek tipje? Vannak rá kísérletek, de nem igazán működik a dolog, és azért nem működik a dolog, mert ahhoz, ugye én is vermikulitot öntöttem először a konzervdobozokba, és erre azért van szükség, mert ugye a dolog oldalról most úgy néz ki, hogy itt középen van egy kupac vermikulit, itt van a metilalkohol, és itt van fölötte a láng. Mi az, ami ég? Ég a metilalkohol, ami itt van, meg ég az a metilalkohol, amit felszívott a vermikulit, és itt ég. Itt mennyi a hőmérséklet? 56 fok mondjuk a metanol forráspontja, tehát maximum 56 fok. Itt viszont a vermikulitnak a csúcsa, az már belelóg, majd ha közel jöttök előadás után megnézhetitek, hogy szépen vörösen ízzik, tehát a vermikulit csúcsa itt már 800 fokos, és ez az a pont, ahol el tud párologni például a lítium-klorid, ami ugye itt még lítium-ion és kloridion, de mikor ide kerül, akkor már lítium-klorid molekula, ami gázfázisba jut, és ez az, ami a szép piros lángfestésért felelős. Ez az, ami a gyertyával sajnos nem megy, tehát a gyertyának annyira kis pici kanóca van, hogy annak a tetejéről nem lehet elegendő mennyiségű anyagot elpárologtatni ahhoz, hogy szép színes lángokat kapjunk. Azt azért látjuk, ugye, hogy a különböző elemek különböző színű lángot produkálnak, és azért egy pici kémiai vonatkozás talán még karácsonykor is belefér. Ugyanis ezt a jelenséget ezt nagyszerűen ki tudjuk használni. Ez tényleg egy villanyszerelőtől elkért használt részdrót, amit, hogyha beletartok a lángba, egy gázlángba, és kihevítem, akkor hát nyilván egy kicsit mocskos a részdrót, ezért egy minimális zöld színű lángfestést látok, de látjuk, hogy gyakorlatilag szintelen lángot kapok. Akkor, ha már ilyen sokat használtuk ezt a jó kis műanyag dobozt, ismét használatba veszem, és a WC pucolásra szolgáló sósavból egy pár cseppet beleöntök, ami jót is tesz neki, mert a krétaport szépen kioldja. És a részdrótot belemerítem, majd ismét a lángba tartom. Láttuk? Na. Sok volt a krétapor. Tehát megjelenik a réznek a jellemző zöld színű, a réz halogén, ugye rézkloridra jellemző zöld színű lángfestés. Mire tudjuk ezt használni? Most gyorsan kihevítem addig, hogy már ne fesse a lángot, és hozzáérintem egy műanyaghoz, ez egy WC lefolyó cső, és ismét beletartom a lángba, egyből gyönyörűen megjelenik a zöld színű lángfestés. Hogyha valami másfajta műanyaghoz érintem, például ehhez a polietilén vagy polipropilén műanyag zacskóhoz, akkor ugyan a műanyag az leég róla, de ezt követően nem látjuk a zöld színű lángfestést. Miért van ez? Azért, mert ez PVC-ből, polivinilkloridból készült, klórt tartalmaz. A
klór, a magas hőmérsékleten reagál a rézzel, rézklorid keletkezik, a rézklorid illékony, és gyönyörű, szép zöld színűre festi a, gázlángot, vagy itt éppen az alkohol lángját, ezt látjuk. Ezt a módszert, ezt Bellstein próbának hívják, és ez a Bellstein, ez is egy olyan nagy név, csak 100 évvel korábbról, akiből az ember sokat fog vizsgázni, hogyha vegyész hallgatónak jön az eltére. Zavarba lennék, hogyha meg kéne indokolni a következő kísérletet, hiszen didaktikailag nyilván nem sok értelme van, cserébe viszont veszélyes. De hát karácsony van, és szerencsére ilyen indokokat nem kell csinálni. Tehát itt elégettünk pár millilitert ezekből a lángfestéssel rendelkező alkoholos oldatokból, de hát elégethetünk mi többet is. Egyszer egy vegyészbálon egyébként háti permetezőbe végeztük el ugyanezt a kísérletet. Azt azért nem javasolnám, mert abba se halt bele senki. De az is igaz, hogy nem sokon múlott. Tehát ez egy módja annak, hogy szép, nagy, színes lángokat képezzünk. És hát mi illik jobban a karácsony hangulatához, mint a lángszóró. Természetesen nem csak a lítium-klorid lángfestését lehet így tanulmányozni, hanem a rézkloridét is. Előadás után ezt mindenki maga is kipróbálhatja. Ugye, amire ilyenkor mindig figyelni kell, hogy a maradék alkohol az valahova hullik, és akkor azzal ott valami történik. Igazából a szép színű karácsonyi tüzeknek a nem is annyira a kémiai vonatkozásai az izgalmasok sokszor, hanem az, hogy milyen formában gyújtjuk meg az éghető anyagot. Hiszen ha már tudunk színes lángot csinálni, akkor bevethetjük a kreativitásunkat. Ezt a komoly eszközt, ezt évek óta hordom magammal. Ez a kis labda, ez azbestből készült, amitől ugye nagyon félünk, hiszen egy közismert rákkeltő anyagról van szó. Szerencsére ez nem az a bizonyos orosz azbest, amelyik a rákkeltésért felelős. De ugye, hogyha az ember egy ilyen, és ugyanaz a tulajdonsága, mint a vermikulitnak, hogy nagyon jól fölissza az alkoholt, és akkor így lehet vele vonulni, és mindenféle brutális effekteket elérni. Egy színdarabban szerepelt a Varázsfúvolában kellett megjeleníteni ugye a három égi gyermeket, akit aztán követnek a szereplők. Aztán mindenféle funkcutság történik velük. Úgyhogy ebből volt három, és egy ilyen kocsin húzták végig a színpad fölött. Én meg lent rettegtem, hogy mit fogunk felgyújtani, de végül mindenki életben maradt. Ezt kéne. Következő kísérlet, ami még mindig csak arról szól, hogy csinálunk egy tüzet, és azt valahogy egy kicsit extrává tesszük, az akkor most legyen ismét egy borsavas kísérlet. Ez egy közönséges irodai szemetes kosár, annyira közönséges, hogy ez az én saját irodai szemetes kosaram. Amit ráhelyezzük, egy ilyen, nem tudom milyennek a magyar neve, Amerikában Lazy Susan-nek hívják.
ezt az asztal közepére rakják, ráraknak egy tálcát, és akkor körbe forog, és mindenki tud venni magának, hogyha... elkezdjük forgatni a lángunkat, akkor azt vesszük észre, hogy egy bizonyos fordulatszámnál a láng megnyúlik. Ha megállunk, akkor újra pici. Látszik? Akkor a bemutató végén mindenki maga is kipróbálhatja. Ez a tűztornádónak a modellje. A tűztornádó pedig egy ilyen végtelenül érdekes dolog. Két ritka eseménynek kell egyszerre történnie, erdőtűznek és forgószélnek is kell lennie. Mind a kettő önmagában is, hát ugye az erdőtűz az egy nagyon szomorú, de egyébként egy nagyon döbbenetesen szép látvány. Nyilván az, hogy pusztít, az szomorú, de az, amikor az természet erői tombolnak, az valahol egy felejthetetlen dolog. Amikor az erdőtüzet elkapja egy tornádó, akkor alakul ki a tűztornádó, vagy tűzördögnek is hívják a jelenséget. És ugye ez két nagyon ritka jelenségnek az egyszerre való előfordulását feltételezi. Mindig azt mondom, hogy ez olyan, amikor UFO-t lát a Yeti. Hát, akár elő is fordulhat, de nem túl gyakori. Ezek voltak a hagyományos, úgymond, hát nem is tudom, talán nevezzük őket békés tüzeknek, amit akár az ember otthon nagymama csoki likőrjével is meg tud csinálni, hisz ugye a csoki likőrt is meg lehet gyújtani, de hát azért ennél vannak a kémikus kezében, na hova tegyem? Keményebb eszközök is. Ugye itt alkoholt, metilalkoholt oxidálunk. Miért nem metilalkoholt oxidálunk, tudja valaki? Tippek? Hát egyszerűen azért, mert nagyon drága az etilalkohol, ugye, mint a szesz. Az literenként 2000 forint adót tartalmaz. És ha lehet, akkor otthon ne apuci féltett 100 éves viszkijével gyakoroljátok a pirotechnika tudományát, hanem valami olcsóbb alkohol. Nem üvel ez ebben az esetben a metilalkohol. Mi az oxidálószerünk? Ugye itt egy oxidáció történik, a metilalkoholt oxidáljuk a levegő oxigénjével, és a megfelelő színképzésért felelős anyagok pedig színes lángot, színes tüzet eredményeznek. Rájöttek arra a vegyészek már jó régen, Kínában legalább 1000 éve, hogy ha egy agresszívebb oxidálószert használunk, akkor magasabb hőmérsékletű tüzeket lehet nyerni. Ezek ilyen 6-800 ezer fokos lángok maximum. A tűzi játékok, amit augusztus 20-án láttok, azok tipikusan 2-3 ezer fokos lángokkal operálnak. 2-3 ezer fokos lángban pedig sokkal élénkebb, erősebb színeket lehet kapni. Nézzük meg, hogy működik a tűzi játék kémia, ehhez egy kicsit a levegő oxigénje helyett egy más oxidálószert használunk, ezt káliumklorátnak hívják. Biztos? Igen. Ezt még NDK-ban gyártották, ami ma már történelem órából tétel. Tanuljátok? Szóval Honecker elvtárs és a Német Demokratikus Köztársaság üzenetét finom porrá őröljük. Bárki, aki tűzijáték készítésre adja a fejét, mindenképpen szerezze be Lancasternek a könyvét. Ezt minden alkalommal elmondom, a tűzijáték készítés az nem veszélytelen, de... úgyis hiába mondanám, hogy ne csináljátok. Ezért inkább azt mondom, hogy ha csináljátok, akkor előtte olvassátok el ezt a könyvet, Firework Principle and Practice a címe. Hozzá lehet jutni, hát én is hozzájutottam Hargitay professzor könyvéhez.
és nagyon szigorú biztonsági szabályokat tartalmaz. Például azt, hogy a balesetek nagy része abból származik, hogy az a mozsár, amiben az ember először oxidáló szert tört, utána megfelelő takarítás nélkül redukáló szert is tör benne, és akkor ugye minden együtt van, a dörzsölés, az oxidáló redukáló szer, ami a jó nagy tűzhöz kell. Tehát ezt a dolgot, ezt mindenképpen kerülni kell. Én most alapos tisztítást végzek, ha találok egy papírzsebkendőt. És megőrlök egy redukáló szert. Redukáló szer az nagyon sok minden lehet a pirotechnikában. Mi most az egyszerűség kedvéért, ugye megint a lustaság faktor és a didaktikai igényesség metszeteként, ez közönséges otthoni kockacukor, amit most megpróbálok porrá őrölni. Kémia tanárok felsziszentek, ugye a dörzsmozsár, mint a neve is mutatja, dörzsölésre való, és sosem kalapálunk a törővel, mint ahogy én kalapáltam, mert ez a törő eltöréséhez vezet. De hát most készítettünk egy kis cukor port is, portcukrot. Nyilván hozhattam volna portcukrot is, de hát az hogy nézett volna ki egy másik fehér por. És lángfestésre mondjuk a Soyuz Chemixport nevű szovjet cégnek a stroncium karbonátját fogjuk használni. A másik gyakori robbanási ok az az, hogy ugyanazzal a kanállal veszünk ki olyan anyagokat, amik egymással reagálnak. Ezt most közben eltakarítottam. Tehát akkor veszünk egy kis cukrot, keverünk hozzá egy kis káliumklorátot, meg oda tettem ugye a stroncium karbonátot. Tudja valaki, a stronciumnak milyen lángfestése lesz? Piros mondott valaki? Azt kellett volna. Természetesen az egész tűzijáték készítés legveszélyesebb része az a hozzávalók összekeverése. Azért ez a recept, amit most itt nagyon fontos lenne, hogy nagyon pontosan mérjünk, hisz ugye attól lesz kiszámítható az elegy, és attól lehetünk benne biztosak, hogy az szépen békésen fog égni. Hát ezt a lépést most itt kihagytuk. Ami fontos, hogy ezeket az elegyeket, ezeket nem így bénázva, gyufával gyújtogatjuk, meg belemászunk, hogy mire meggyullad a hajunk is leégen, hanem nagy hőmérsékletű lánggal jó messziről. És hát persze ugye ez az elrendezés, ez nem túl szerencsés, hogy nekem itten egy vaslapom van, és az egyik sarkába robbantok, a másik sarkába meg ott a depó. De hát két lehetőség van, az egyik, hogy nem történik baleset, és akkor minden rendben, a másik, hogy baleset történik, és akkor egyben balesetvédelmi oktatásban is részesültök. Tehát az, amit látunk, az a stronciumnak a jellegzetes lángfestése. Nézzük meg még itt korábban használtuk a rezet, közönséges részkloridból készítsünk egy másik keveréket. Oxidálószer, tehát káliumklorát, redukálószer, cukor, gyors keverés. Ja igen, ez a másik tipikus hiba, amit elkövethet a pirotechnikus. Tehát nagy lelkesen itten csinál valami veszélyeset, miközben egy nagy kanna veszélyes anyag van a másik kezébe. Hát ez most részklorid, az ugye nem fog felrobbanni, de azért szintén didaktikai okokból elrakom, hogy lássátok, hogy hogy kéne ezt biztonságosan tenni. Azt se szabad elfelejteni, hogy ez a vaslap, amin én így gyújtogatok, ez előbb-utóbb át fog forrósodni, és már az be tudja gyújtani a keverékeket, de hát még talán nem tartunk ott. Valaki azt mondta, hogy a tapasztalt pirotechnikus és a nem tapasztalt pirotechnikus között nem az a különbség, hogy a tapasztalt az nem robban föl, hanem az, hogy a tapasztalt az, ha fölrobban, nem lepődik meg. Ezt ugye elszoktam, milyen színű volt? Kék. Korábban láttátok, hogy az alkoholnak a lángfestése inkább olyan zöldes kék. Ezt jegyezzétek meg, mert ez egy valahol vissza fog köszönni. Ugye ez a láng, ez nagyon magas hőmérsékletű, legalább 2000 fokos, az 1000 fokos volt. Egyszerűen az történik, hogy a rész lángfestésének van egy zöld, meg egy kék komponense. Minél magasabb a hőmérséklet, annál több nagy energiájú sugárzást tud kibocsátani, tehát ezért a kéknek a mennyisége gyorsabban nő, mint a zöld. És ez az a pont, ahol meg tudjátok jegyezni azt, hogy a spektrumban ugye melyik a nagy energiájú és melyik a kis energiájú sugárzás.
Oké, egy utolsó. Igazából azt gondolom, hogy körülbelül ennyi az, amit így gyorsan tüzeskedni lehet karácsony kapcsán, viszont hát itt vannak a hozzávalók, úgyhogy mindenkit szeretettel látok az asztalnál. Még egy utolsó példát szeretnék bemutatni, mert ezt a szintén speciál szeretem. Azért figyeljük a veszélyes dolgot. Törlőpapír a kezembe, itt a láng, itt az oxidálószer, tehát a jó megfigyelők azt is megfigyelhették, hogy a cukor után nem takarítottam ki a mozsarat. És most báriumklorátot teszek a mozsárba. A báriumklorát ugye egy oxidálószer, ami nem csak oxidál, hanem a bárium révén lángfestéssel is rendelkezik. Ezért ez most egy sokkal egyszerűbb keverék lesz, amit elkészítettünk, hiszen ehhez az oxidáló szerhez már csak egy kis cukrot kell adnunk, redukáló szergyanánt, és lángfestésért felelős anyagot nem kell belekevernünk. És a báriumnak a gyönyörű zöld, remélem ti is zöldnek láttátok, lángfestését láttuk. Hát én igazából ennyit akartam bemutatni, maradt még klorát, vannak anyagok, ki lehet próbálni akár a lángszórót is itt az asztalnál, és akkor így talán ennek a mai napnak legyen az az üzenete, hogy azért ezek a lángok meg otthoni tüzeskedések szerencsés esetben elvezethetnek oda, hogy aztán majd olágyőrt szintű emberekkel huncutkodjatok különböző amerikai egyetemek NMR laborjaiban. Mindenkit várunk az ELTE-n, hogyha vegyésznek, vagy esetleg más kutatónak szeretne menni. Boldog karácsonyt mindenkinek, és köszönöm a figyelmet!